A dudorászó nagymama. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy dudorászó nagymama. Egyik kezében is szatyor, másik kezében is szatyor. Ment a nagy füstös városi forgalomban, és vidáman nézegetett a vastag szemüvege mögül. A tejet megvettem, a kenyeret megvettem, mindenem megvan, hála Istennek. Abban a pillanatban a lábához dörgölőzött egy fekete kandúr. Vigyél haza, és etess meg! A nagymama nem látott valami jól. Há, nézd, csak egy kutyus! Örvendezett. Miau! Nyávogott sértődötten a kandúr. Ó, röstelkedett magában a nagymama. Nem is kutyus, hanem cicus. Jól van, cicus, hazaviszlek. Jut neked is az aprikámból. Paprikából? Azt nem eszem. Nem paprika, aprika. Az az én vacsorám. Te is szeretni fogod. Én a töltött káposztát szeretem. Töltött káposztám az nincsen. Nincsen, de hát azt mondtad, mindened megvan. Minden, ami szükséges. Ha megelégszel az én aprikámmal, neked is meg lesz mindened. Azzal a nagymama dudorászva tovább ballagott. Mi lehet az az aprika? Borzolt a kandúr. Ennek utána járok. És csöndesen a nagymama után sonfordált. A tejet megvettem, a kenyeret megvettem, dudolt vidáman a nagymama. Mindenem megvan, hála Istennek. Ebben a pillanatban elé állt egy pöttyös kutya. Vigyél haza és etess meg! Jaj, de helyes kis kutyus! Váhú! Jól van, kutyus! Gyere csak! Jut neked is az aprikámból! Babrika! Én csak a kacsahús szeretem! Kacsahús ez nálam nincsen. Nincsen, de hát azt mondtad, hogy mindened megvan! Minden, ami szükséges. Ha megelégszel az én aprikámmal, neked is meg lesz mindened. És a nagymama dudorászva tovább baktatott. Mifán teremhet az az aprika? Vakarodzott a kutya. Ezt megnézem. És a kandúr nyomába szegődött. Otthon a nagymama kipakolta a szatyrokat. Feltette langyosodni a tejet, és szép gyengéden megszegte a kenyeret. Vágott egy szeletet magának, aztán egyet a kandúrnak, és végül még egyet a kutyának. Utána elővett egy virágos bögrét, meg két tálkát. A langyos tejet szétöntötte az edényekbe, fogta a három szelet puha kenyeret, és gondosan beleaprította a tejbe. A virágos bögrébe aprított saját magának, és a két tálkába a kandúrnak, meg a kutyának. Kész, mondta végül elégedetten. Kész az aprika. Aprika, nyalogatta a száját a kandúr. Aprika, nyelt nagyot a kutya. A nagymama a dudorászba földre helyezte a tálkákat, majd leült a virágos bögre mellé az asztalhoz. A kandúr meg a kutya már nagyon belekóstoltak volna az aprikába, de nem mertek neki kezdeni, mert a nagymama még lehajtott fejjel beszélt valamit a bögréhez. Megvolt az asztali áldás, mondta aztán mosolyogva. Jó étvágyat, cicus! Jó étvágyat, kutyus! És azzal mind a hárman enni kezdtek. Azóta is együtt élnek ők hárman, és minden este megvan a mindennapi aprikájuk. Néha megtöltött káposzta, meg kacsahús is kerül mellé. Ha arra jártok, biztosan megvendégelnek benneteket is.